Sziasztok! Azt mondja a Talmud, hogy sokkal nagyobb dolog a másik embert rávenni egy micvára, egy jó cselekedetre, mint az, hogy az ember maga teszi ezt a micvát. Mert könnyebb az ember győzze meg magát, mint a másik embert. Amikor az ember a másik embert rávesz egy micvára, akkor utána ő osztozik az ő micvájában, mert neki köszönhető, hogy ő megtette. A heti szakaszban, a Vajhiban, amit tegnap olvastunk, az utolsó heti szakasz Bereisit könyvében, Mózes első könyvében, Jákob minden egyes gyerekkel külön-külön beszél, megáldja, és mondja, hogy mivel foglalkozott. Érdekes dolog, hogy ott van egymás mellett Iszakhár és Zvulun. De előbb beszél a Zvulunhoz, azt mondja neki Zvulunnak, te egy tengeren túli üzdeleteléssel leszel elfoglalva, és csináljál ezt jól. Iszakhár pedig az a különlegeség, a Tórát tanul. Miért van ez egymás mellett? Mert Zvulun támogatja Iszakhárt, és neki köszönhet, hogy Iszakhárnak van szabad ideje, hogy Tórát tanuljon. És mi az érdekes ebben? Előbb említi a Zvulunt, aki üzletel, és utána említi Iszakhárt, aki Tórát tanul. Miért? Mert Iszakhárnak a Tóra tanulása az Zvulunnak köszönhető. Innentől kezdve a zsidóságban van egy ilyen fogalom, mint Iszakhár és Zvulun. Ha két ember együtt osztozik egy micvában, akkor ez Iszakhár és Zvulun. Az egyik teszi a micvát, a másik pedig biztosítja az anyagi hátterét. Most nem csak az, hogy ez egyszerűen okol egy nagy micvát támogatni a másikat, hanem úgy tartja a zsidóságot, hogy ugyanúgy, hogy osztoznak a pénzben, mert Zvulun a sajátjából ad Iszakhárnak, akkor ugyanúgy Iszakhár abban a jutalomból, amit ő fog kapni a Tóra tanulását, azt osztozik Zvulunnal, egy része jár Zvulunnak. És így fontos, hogy az ember tudjon, hogy nem elég az, hogy ő tesz micvát, legalább annyi energiát kell befektetni, sőt többet ahhoz, hogy a másik ember is tegyen egy micvát, és utána ő osztozni fog az ő micvájában. Köszönöm szépen!